Kellemes, friss levegő. Hogy ez már hogy hiányzott? Na. Nos, akkor ennyit a friss levegőről. Lássuk. Ó, igen. Ahogyan elnézem, éppen este van. Erre utalnak a csillagok az égen, meg az, hogy az órám azt mutatja, este van. Nos akkor. Lássuk, csak el ne felejtsen, melyik fára parkoltam. Elég sok fa van itt a dzsungelben. Most biztos, hogy arra parkoltam? Nos, ez esetben már nem tudom, hogy melyik fára parkoltam. Fölmegyünk erre a kis magaslatra, hogy jobban lássuk. Tehenek. Tökéletes. Bizonyosan meg fogom találni. Most pedig. A friss dzsungeli levegő mindig eszembe juttatja a gyerekkoromat. Azonban most mégsem a gyerekkorom miatt vagyok itt. Hanem azért, mert ocelotra vadászom. Ezért van nálam ez a halacska. Nyers hal. Mindig beválik, ha ocelotról van szó. Szörnyű, hogy nem érem el. Nos. Úgy látom, ebben az esőerdőben többnyire tyúkok élnek. Tojásrakó tyúkok. Tojást raknak. Eszméletlen, nem de? Tojásrakó tyúkok. Innen látni, ahol parkoltam. Oda parkoltam, arra a fára. Pontosan oda. Hát nem gyönyörű? Az éjszakai égboltot megvilágítják a Tardison fényei. Csodálatos. Nos. Természetesen megint eltértem a tárgytól. Mindig eltérek a tárgytól. Mindig. Ez valami rossz szokás. Gyerekkori szokás. Rossz mozgás koordináció. Nos, ezek vannak. Akkor hát... Ebben az erdőben nem dominálnak az ocelotok, mint faj. Borzalmas lenne. Ó! Ahogy nézem, éppen egy gyönyörű naplementének lehetek tanulja. Nem, ez nem naplemente, ez inkább holdlemente. Van ilyen szó, holdlemente. Ki tudja. Gyönyörű napfelkelte. Talán a napfelkeltével az ocelotok is előbújnak. Igyekszem magasan maradni, hogy jól átláthassam az erdőt minden csínyával, binnyával. Nem is emlékszem, mikor jártam már utoljára eső erdőben. De jó rég lehetett. 100 éve, 200 éve. Senki se tudhatja azt biztosan. Hát, ha jól látom, akkor itt most már vége az esőerdőnek. Az esetben... Akkor hát... Másfelé fordulunk. Ocelot nem él a jégen. A gyönyörű napfelkeltékért érdemes élni. Az
Talán a napfelkeltével előbukkan itt valami. Egy állat a messzeségben, amit ocelotnak hívunk. Vagy valami akármi. Hát bizonyosan. Az órám szerint még éppen csak hajnalodik. Ebben az esetben várunk az ocelot felbukkanására. Eszméletlenül, hihetetlenül unalmas. Én azt hittem, könnyű lesz, hogy ezt az erdőt átjárják az ocelotok és minden. Nem vesztegethetek időt. Ha most nem bukkan elő gyorsan egy-kettő, akkor... Pedig állítólag a napfénnyel együtt kelnek az ocelotok. Tehát már rég kéne legyen egy-kettő. Átkozott esőerdő mindig megtréfál, pedig van nálam hal is. Ha! Ocelotok, mennyi ocelot? Jön. Gyere, pici ocelot, gyere, pici ocelot. Gyere ide. Gyere ide, nem bánt a bácsi csak egy társat keres. Gyere, nem bánt. Nem bántalak, gyere, gyere. Gyere szépen, gyere. Gyere. Ne félj. Az erdőkbe is. Van egy olyan érzésem, hogy nem így eszik halat. Gyertek, pici ocelot. Gyere, pici ocelot, nézd, nem bántalak. Még egy kicsit, gyere ki a dzsungújból, gyere ki a dzsungújból, gyere, gyere, oh, ne fuss el, ne fuss el. Átkozott dzsungúj. Gyere ki, ocelot, nézd, ocelot, nézd, mit adok neked? De mindig elszöktök előlem. Az ocelotok. Szóval ezért utálják annyira az ocelot idomítást. Már a nagyapám is rühelte. Ocelotot idomítottam. Te leszel az én kis házi ocelotom. Mától a neved... Rudolf. Teszik a neved, igaz? Ez esetben Rudolf. Menjünk vissza a hajómhoz, amit már nem tudom, hogy hol parkoltam le. A jó öreg TARDIS. Majd megtaláljuk. Gyere csak kicsi Rudolf. Nem mit se fél, Rudolf. Na. Erre gyere, akkor gyere. Csinálok itt neked feljárót. Gyere, Rudolf. Gyere. Gyere, erre megyünk. Egy kar. Egy furcsa fahídon. És tudom, hogy nem szabadna. Rudolf, mit gondolsz? Húzzuk meg a kart. De ne fuss el, Rudolf. Jó cica ül. Most pedig megyünk. És meggondoljuk, hogy most meghúzzam-e azt a kart, vagy ne. Gyanús nem, de te is csapdát sejtesz. Gyere, itt fogjuk megvitatni. Rudolf, ne engedetlenkedj. Te az én cicám vagy, tehát... Gyere! A társam vagy. Tehát... Gyere már, hogy megvitathassuk. Gyere. Gyere, Rudolf. Gyere. Így, na, így. Most pedig akkor, Rudolf. Nézd, itt van ez a kar, és ez a fura... Farsáv. Mit tegyünk? Az a baj, hogyha én látok egy kart, nekem muszáj meghúznom, érted ezt, Rudolf? Ez egy olyan... Hát nem is tudom, de muszáj meghúznom ezt a kart. Mit szólsz, meghúzzam? Képes legyek rá, meghúzzam ezt a kart? Hát látom, nem válaszolsz. Igaz, te egy cica vagy, de azért nyávogj, mondjuk, ha meghúzzam. Ezt úgy érted, hogy ne húzzam meg? Rudolf, én tisztellek téged, te vagy az én cicám. De akkor is. Lehet, hogy valami csapda. De ne aggódj, kimászunk belőle. A lényeg, hogy most meg kell húznom ezt a kart mindenáron.
Rendben van, Rudolf. Akkor meghúzom a kart, és meglátjuk, mi sül ki belőle. Nos. Ez egy bomba volt? De nem is akármilyen bomba, hiszen... Rudolf! Rudolf! Itt vagy? Rudolf, merre vagy? Bújj elő! Rudolf! Úristen! Az nem lehetséges, hogy... Rudolf! Azt hiszem, hogy Rudolf... Itt ült, és a bomba itt robbant, és... Jézus Istenem, mit tettem? Rudolf! Rudolf! Ha itt vagy, kérlek, válaszolj, nyávogva, csinálj bármit! Rudolf! Az nem jelentett más, mint hogy... Te jó Isten! Nem, ez nem történhet meg. Nem, ez velem nem fog megtörténni. Én ilyet nem teszek. Nem ölök meg ártatlan macskákat. Meg kell találnom azonnal a hajómat. Talán még jóval tehetem ezt a... hatalmas hibát, amit elkövettem. Gyerünk. Átkozott élet. Tudtam, hogy nem fogom tudni, hogy hova parkoltam. Akkor is... felmászunk. Ide, és megnézzük. Lehet, hogy pont ide parkoltam. E igen, ha jól látom, ez lesz az a fa. Rajta. Ó, már látom is. Egy pillanat alatt kiütjük innen ezt az egy-két fát, és utána mehet helyrehozni a dolgot. Igazából nem olyan egyszerű dolgokat helyrehozni, és igazából nem is törvényes. Nem pörgethetek vissza életeket. Főleg nem a sajátomat. Igazából amit már megtettem, azon nem másíthatok, az fix ponttá válik. Azonban... most ez egyszer sajnos kénytelen leszek rá. Nem tudnék, nem akarok azzal a tudattal élni, hogy... hogy megöltem Rudolfot. És... nem is fogok. Ezzel a tudattal élni. Átkozott élet, így nem lehet feljutni erre a fára. Ott már látom, valahogyan. Már pedig föl fogok jutni. És megmentem Rudolfot. Attól a sorstól, amit neki szán az univerzum. Most rögtem. Ha elég ügyes vagyok, talán még sikerülhet. Akkor Geronimo. Jó, eddig jó. Mit hoztam? Ó, hoztam egy csomó földet. Ennek most kivételesen használt vesztük. Remek. Akkor... ideje lesz megmenteni Rudolfot. Éppen jókor érkeztem, hogy megállítsam ezt a kegyetlen tréfát.
Gyerünk. Nos, ennek vége. De akkor is úgy kell hagynom a helyszínt, mint hogyha semmi nem történt volna. Égyni. Tökéletes lesz. Csak hogy a kar meghúzására nem történik semmi. Remek. Akkor lássuk, mi történik, ha meghúzom a kart. Nem, úgy tűnik, semmi nem történik. Ezt valaki csak vízből rakhatta ide. És akkor most lássuk, hogy sikerrel jártam-e. Rudolf, hát te élsz! Ezek szerint sikeres volt. Új fent, megmentettem egy ártatlan életet, egy macska életét. És te, Rudolf, már tudom, társam vagy.